Földben is van, az internet felső tulajdonosa, és a túl technológia feltalálója. És az a kérdésem, hogy miben érdemelték ki a konstruktúra? A Konstantin nagydíjat a struktúrált üveg- és bútorlap gyártásával érdemeltük ki. Egy meglévő technológiát fogtunk, teljesen más területről áthoztunk erre a területre, és egy olyan felületet képzünk vele, ami azt gondolom egy új táblatot nyit az üvegbe, a üveg- és a bútoriparba is. A digitális technológia nagyon sok, nagyon szép dolgot tud hozni. Mi ezt meglovagoltuk és egy picit tovább vittük. Kitaláltuk, hogy olyan tudunk egy olyan struktúrát képezni, saját technológiával, összeötvözve egy régi technológiával, amitől igazándiból tényleg eláll az embernek a szemeszája. És egy olyan kreatív, új gondolatot lehet elindítani, ami az üvegiparban és a bútoriparban is egy tényleg egy nagyon szép, kreatív olyan munkát tud teremteni, amiben mindenki örömét leli a végén. Milyen a technológiának a lényege? Mi ez tulajdonképpen? Itt a kreativitást kell belevinni. A grafikusok kitalálják, hogy mit szeretnének, a technológusok pedig összerakják azt a gyanta réteget, amivel képzünk egy olyan finom és aránylag magas struktúrát, ami utána megadja a festéknek és minden másnak az alapot, amitől akár egy Tiffanyhoz hasonló terméket tudunk előállítani, egy szép, húsos, öntött üveg látszatát tudjuk kelteni. A bútorlappal is ugyanezt meg tudjuk tenni egyébként, ott is egy nagyon szabad kezet ad, nem egy olyan mélységet ad, mint egy CNC mart bútorlap, ugyanakkor nagyon szép, finom és szinte képszerű finomsággal tudunk felületet kezelni. És mit tud ajánlani az építészetet? Próbálják ki, amit mi készítünk, mert egy olyan távlatot nyit, amit ez a díjjal együtt. Mi tudtuk, hogy ez jó, kaptuk ezt a díjat és egy óriási elismerés, és ahogy jönnek az építészek, belső építészek is, és mondják, hogy mit kezdenének vele. Azt gondolom, hogy ez az, amivel egy újdonságot lehet hozni, egy más szint a piacon, és a munkájukban egy olyan szabad kezet tudunk adni, hogyha ő szeretne egy különleges saját mintát, akkor azt mi kitaláljuk, összerakjuk, és nem egy meglévő, mindenki által használt valamit átadni az ügyfelének, hanem amit ő szeretne, ő találta ki, mi azt megvalósítjuk neki. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.